Én azt hallom, hogy sokan, mikor itt ön csinálta az előkészítő munkákat, sokan itt megkérdezték, hogy mi készül itt Rózsa néni. Hát igen, mert gondolták, hogy a vénségemre megbolondultam, hogy itt elkezdem kapálni, gyapálni a füvet, és hogy miért csinálom. Nyugdíjas vagyok, ezt a kis kertet mink ástuk az Ildikóval, és minden este locsoljuk kapálni. A lelkiismeretem is az diktálja, hogy hát, ha már van az embernek szép lakás, akkor legyen egy szép kertrész. Én egy lakótelepen lakunk, ahol roppant barátságos lakók laknak, és nagyon szeretünk itt tevékenykedni, szeretjük a zöldet, a virágot. Mindenki köszön mindenkinek, és ha mondjuk, hogy gyere, segíts, mindenki fogja a slagot, locsolunk, és ezt mi vállaljuk továbbra is. Mi még olyan millióban nőttünk fel, ahol a virágra is volt tisztelete. Itt átmenő forgalomban nagyon sok ember látja, lehet, hogy ezáltal kedvet is fognak kapni, hogy ő előttük is ilyen szép legyen. Igen, mert tulajdonképpen most, akik itt vagyunk, aktív dolgozó, tehát nincs. Itt mind nyugdíjasok vagyunk, én szívműtött vagyok, itt a szomszédasszony is beteg, mindenki beteg. Egész addig fáj kezünk, lábunk, derekünk, mindunk, amíg ki nem jövünk kertészkedni. Ez úgy, mint a táncosok, hogy lehuppannak, amikor szól a zene, akkor táncolnak. Hát mi, amikor fölkérnek bennünket kertészkedni, nagyon szívesen.